Nem működik a chat. Chat! Hello! Nem működik a chat. Itt kellene lenni a chatnek. Na! Technikai problémák. No! Ott is van, nyomod! Na csá! Jaj. Üdvözöllek a videóban. Aki azt hiszi, hogy a külső nem számít, az borzasztóan nagyot téved. Shut up, Baba Boy! Szap! Külsőd, a megjelenésed, az, ahogy az emberek látnak. Folyamatosan befolyásolja a hétköznapi életedet, párkapcsolatodat, sikereidet. Ezt el kell fogadni. Mindenki ítélkezik feletted, sokszor ezt pedig ők észre sem veszik. Miért van ez? A válasz az élő effektusban, magyarul holdudvarhatásban keresendő. Olyan. A helyzet nagyon egyszerű. Ha valaki szép, jóképű vagy csinos, akkor hajlamosak vagyunk hozzá pozitív tulajdonságokat társítani. Még akkor is, ha még életünkben nem beszéltünk az adott emberrel. Hajlamos... De az, hogy valaki szép, csinos, az szubjektív, bazd meg. Ki fogok égni, na mindegy. Csabbak vagyunk azt hinni, hogy megbízható, kedves... Hát de bedobta a YouTube, ezt muszáj megnézni, Szandi. Segítőkész, okos és ehhez hasonlóak. Sőt, tanulmányokban a bírók még hajlamosabbak voltak elhinni azt is a szebb embereknek, hogy ártatlanok. Dolgozatoknál jobban értékelték ugyanazt a dolgozatot a tanárok, csak azért, mert egy szebb ember fotója volt hozzácsatolva. Melyik országban? Vagy ez hol volt ilyen? Akkor ezért voltam kettes. Ezért voltam kettes töriből. Most már tudom. Forrás pízben nem, tesó. Kissé félelmetes szerintem. Ugyanígy pedig, ha valaki nem olyan szép, akkor hajlamosak vagyunk negatív tulajdonságokat társítani hozzá. Megbízhatatlan, undok, buta, veszélyes és... büdös! És ehhez hasonlóak. Hajléktalan. És ez nem az iszik. Feltételezésem. Ezért ne rám haragudjatok. Ez tudományos tény. Ez tény. Számos tanulmány bizony... Ez tény, tesó, én mondtam. Nyitja ennek a hatásnak a létezését. Ha szebb vagy, jobban szeretnek a tanárok. Ha szebb vagy, könnyebb a párkeresés. De ezt tudja, egy csúnya ember mondta, nem? Ezt egy csúnya ember olvassa most fel, amúgy vajon? Drasztikusan javulhat az életed, ha odafigyelsz a külsődre. Ezért keserít el engem az, amikor igénytelen embereket látok. A tükörbe, vagy hol? Drasztikusan javulhat az életed, ha odafigyelsz a külsődre. Idegesít, hogyha igénytelen embereket lát. Jegyzeteljetek, chat! Mindenki jegyzeteljen! Egy kis odafigyeléssel drasztikus változáson mehet keresztül bárki. Az embereknek sokkal vonzóbb, ha magabiztos. Kamilla! Nem. Nem. Nincs igazad. Egyrészt azért, mert nő vagy. Másrészt pedig azért, mert a külső számít, hát most mondta meg az ember. De amúgy nyilván igazad van. És persze, lesz majd rengeteg komment, hogy milyen külsőséges vagyok, meg ez meg az. Még én csak segíteni akarok neked. Én csak segíteni akarok neked. Vagy megfogadod, vagy nem. És persze, nem a külsőtől leszel te jó vagy rossz. Te nem idegesít fel, amikor egy ronda embert látsz. Nem, engem nem. Az a baj, hogy sokszor azok, akik túlságosan a belsőre koncentrálnak, elhanyagolják a külsejüket. Na, dude, ez fasság, ez kicsit egy fasság. Külsőségekre alapozza az életét, az a belsőjével nem foglalkozik eleget. A megoldás itt... Miért van egy olyan érzésem, mint hogyha Nabu csinálta volna ezt a csatornát? Ez Nabunak a Life Coach csatornája amúgy, vagy nem tudom. De ahogy a nőkről vélekedik, az is kurva jó. De mondjuk annál rosszabb is van. Aki eddig a külsejével érvényesült, az továbbra is azt akarja előtérbe helyezni. Akinek pedig itt nem volt sikere, az a belső dolgokban keresi a változást. Pedig ez esetben a szélsőséges gondolkodás csak árt. Azt kérdezzek... Mi van, ha mondjuk megpróbálsz kedves lenni mindenkivel és normális? Hogy akkor éred el a legnagyobb változást, ha a leggyengébb elemeden dolgozol. Legyen ez akár... De a péniszem már nem lesz nagyobb, tesó! Ha te egy szép nő vagy, de a kapcsolataid állandóan szétesnek, akkor nem a még szebb külső hozza neked a megoldást. Nem, nem. Hoz egy férfit, aki majd elvisz téged Dubajba minden nyáron, vagy minden hónapba. De hát a férfi az lehet, hogy attól még undorító. De hát nem lehet, de várjál, hogy sikeres, akkor nem... Na várjál már! Nem lehet ronda, hogyha sikeres. Tehát akkor minden sikeres ember szép. Objektíven, nem? Most, hogy tudatában vagy annak, hogy mennyire számít a külső, és hogy tudod azt, hogy te is ítélkezel mások felett. Nézzük meg, hogy mit tehet... De nem ítélkezek mások felett külső alapján, vágod? Mármint, hogy az agyamban nyilván. Én attól még ugyanúgy fogok oda menni valakihez, hogyha látom, hogy most számomra egy nem szép ember az. De attól még ugyanúgy fogok hozzáállni. Normális emberként fogom kezelni, bazd meg! Attól még, hogy valaki ronda, vagy csúnya, szerintem. Attól meg lehet, hogy valakinek tetszik, de én nem... Nem fogom attól még máshogy kezelni, mert ő mondjuk nekem nem tetszik. Hagyj időt az embereknek. Ha új embereket ismersz meg, hagyj időt ahhoz, hogy megismerd őket. Tess, hallod, Sherlock összetippelt! Megtanít élni! Ez nincs olyan videója, hogy hogy kell lélegezni amúgy? Esetleg. Mert lehet, hogy az mondjuk segítene valakinek. Mert ez kb. Az a szint amúgy. Ha új embereket ismersz meg, hagyj időt ahhoz, hogy megismerd őket. Ez a lényeg az ismerkedésnek, te Baba Bowie! Most már tudod, hogy az agyad képes téged becsapni. Ismerkedj mindenkivel, hagyj időt nekik arra, hogy megmutathassák az igazi énüket. Legyél tudatában ennek a hatásnak, és engedj be több embert az életedbe. Most már tudod azt, hogy a belsőjük nincs mindig összefüggésben a külsejükkel. Erre pedig a tudatalatidat is emlékeztetni kell időnként. Miért mondjál a videóban minden egyes kibaszott cutscene, hogy most már tudod azt? Mintha eddig ezeket nem tudtad volna, mintha ő tanítana arra, hogy hogy kell élni. Most már tudod azt, hogy a belsőjük nincs mindig összefüggésben a külsejükkel. Tényleg? Léteznek olyan emberek, akik szépen néznek ki és faszopó köcsögök, meg olyan emberek is, akik rondák, de mégis geci jó fejek. Ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani. Kissé nyers lett, kissé ijesztő lehet elsőre. Viszont muszájnak érzem azt, hogy az ember kimaxolja mind a külsejét, mind a belsőjét. Így teremti meg magának a legtöbb lehetőséget az életben. Sajnos nem. A legtöbb lehetőséget azzal teremted meg magadnak az életben, hogyha dolgozol azon, hogy lehessen jövőd. Például tanulsz esetleg, vagy előre tervezel dolgokat, befektetsz valamibe, nagyisten normálisan viselkedsz az emberekkel. Akik csak a belsőjüket ápolják, nem nézik a szép embereket. És persze ugyanez fordítva is igaz. Az igaz... Mi van? És ha ezt a videót arra használod fel, hogy panaszkodj, kifogásokat keres, nyalogasd a sebeid, mert nem jó genetikával áldott meg az élet, akkor ez a csatorna nem neked való. Akkor nem fogtad fel a videó mondani valóját. Ez nem a... Túl buta vagyok hozzá, hogy felfogjam, geci! Arról szól, hogy indokot adjak a sikertelenségednek. Ez arról szól, hogy te mit tehetsz a saját életedért. Attól, hogy sajnáltatod magad, semmi sem fog változni. Csak egyre lejjebb kerülsz, és még azt a pár embert is elveszted, aki közel áll hozzád. Viszont ha felelősséget vállalsz az életedért, cselekszel, akkor ez a videó akár az életedet is megváltoztathatja. Jézusom, tényleg? Ez nagyon-nagyon elhiszi. Szörnyen elhiszi. A végén majd remélem, hogy mondja, hogy melyik kurzushoz kell csatlakozni, hogy ilyen jó tippeket kapjunk még. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Következőben találkozunk. Sziasztok! Neki nincs kurzusa. Pedig már adtam volna. Mi? Várj, de van neki. Ó, hát itt van a kurzus. Na, amúgy ezek... Úristen, Jézusom, ember. Csajozógé... Igen? Jó, oké. Megtetszik neked egy lány az utcán, oda mersz menni hozzá? Hát attól függ. Amerikában, hogyha hozzászólsz egy nőhöz, akkor feljelenthetsz, tehát... Erőszak miatt. Szeretnéd végre azt, hogy önmagadért szeressenek az emberek? Ha önmagam akarok lenni, akkor nincs szükségem egy ilyen kurzusra, ami megtanít engem, hogy más ember legyek. Sziasztok! Pfalzer Dániel vagyok, a Sikerre hangolva a csatorna tulajdonosa. Pályafutásom alatt rengeteg embernek segítettem már az ismerkedésben, kurzusokkal, személyes találkozásokkal. Ha még nem ismernél, akkor a YouTube csatornán keresztül mindent megtudhatsz arról, amiben hiszek, amit oktatok. 120 000 fő ritkán téved. És tényleg rám flexelt, hogy több szábja van. Talán a legfontosabb pedig ez. Ugyanazt az utat jártam végig, amit te most tervezel elindulni. A képen a barátnőm látható, akivel már 4 éve boldogan együtt vagyunk. Ez neked is lehetséges. Megkaphatjuk a barátnőjét! Ember! Tesó, ez azért már sok! De legalább, hogyha jól megfogalmaznál mondatot, érted? De nem. 30 000 forintért kapsz egy kurzust egy olyan embertől, aki nem tud megfogalmazni 3 mondatot. A videó is úgy néznek ki, mint a prezentációk, amiket törőórára vittem. Csak rosszabbul. Van még kurzusa? Jézusom, több van neki. 60 napos pénz visszafizetés. Kész, ez mekkora scam amúgy, nekem is ezt kéne csinálnom, ez legális, nem? Készen állsz, és elmúltál 14 éves, akkor várlak a kurzusban. 14 évesen amúgy a tanulással kéne foglalkozni, nem a csajozással. Szerintem. Fontos, alapkövetelmények, figyelj! Akkor vedd meg ezt a kurzust, ha a következő alapfeltételeknek megfelelsz. Vannak barátaid, és képes vagy velük jól szórakozni. Egy idegen társaságba is be tudsz illeszkedni. Képes vagy baráti szinten nőkkel beszélgetni. Elmúltál már legalább 14 éves. Ne vegyétek meg ezt szerintem. Idegen társaságba is be tudsz illeszkedni. Miért akarnék? Rejtett kamerás felvételek. 5 videó. Személyesen megyek oda nőkhöz, hogy konkrét példákat is lássa leszólításokhoz. Ezek után nem marad számodra kifogás a cselekvés ellen. Ebben a fejezetben fut össze az elmélet és a gyakorlat. Rengeteg kérdésre választ fogsz kapni. Ez nagyon creepy amúgy, mert ne haragudj. Kapunk 5 videót arról, hogy a tag oda megy random nőkhöz. Random nőkhöz. Tesó, van barátnőd amúgy, nem? Lehet, hogy lesz szex tutoriális, és akkor azt a barátnőjével küldi. 30 000 ér amúgy. Még lehet meg is érné neki. 2 ajándékvideó a Socialize kurzusból. Á, tényleg van neki egy másik kurzusa is. Csodás. Szia, ismerjük egymást. Szia, nem. Jó. Akkor mondjad. 0-70. Megtanuld úgy kezelni a hangodat, hogy az magabiztos és érthető legyen. Tesó! Ne haragudj, de az ő videóiban nekem tényleg olyan érzésem van, mintha Refplate és Nabut egybe raktad volna. És ez a 2 ember szociálisan nem, hogy is mondjam, nem túl képzett. Ez a pali minden ezért, bazd meg. Megtanulsz úgy történetet mesélni, hogy mindenki tátott szájjal hallgasson téged. Extra tanács a hálószobába. 4 videó. Kajak! Kajak le! Kajak van a barátnőjével videó. Megtanít aludni amúgy. Kiegészítő fejezet. Ah! Betlas! Betlas, te élsz még? Kösz a szábot! Kiegészítő fejezet a kurzushoz. Megnézzük a leggyakoribb félelmeket az intim együttléttel kapcsolatban. Konkrét tanácsokat kapsz ahhoz, hogy növeld a teljesítményedet. Néhány tippet is kapsz ahhoz, hogy jobb láss az ágyban. Mindez azért fontos, mert ha nem vagy magabiztos ezekben a dolgokban, akkor saját magadat fogod hátráltatni ismerkedés közben. A ismerkedés közben nem arra gondolok, hogy milyen jó lesz ezt a lányt megbaszni. Vagyis, én nem tudom, én arra gondolok, hogy így meg szeretném ismerni. Azért van benne az ismerkedés szó, vagy ismerkedés, mert az a lényeg, hogy meg akarod ismerni őt, még mielőtt megbasznád. Tehát így igazából mérlegelni kell a dolgokat. Tehát először az ismerkedés, aztán a baszás, de a baszás nem olyan fontos, mint az ismerkedés. Én baszással kezdenék. Úgy is lehet, vannak olyan lányok is, amúgy léteznek olyan lányok is, de azok fizetősek, az a baj. Például anyukád. Konkrét tanácsokat kapsz ahhoz, hogy írásban is képes legyen vonzalmakat kialakítani. Írásban. Konkrét tanácsokat kapsz. Írásban. Írásban is lehet vonzalmat kialakítani. Mondjuk előny, hogyha helyesen írsz. Teljes útmutatót kapsz a tinderezéshez. Teljes útmutatót kapsz az Instagramos ismerkedéshez. Ki a retkes faszom ismerkedik Instagrammal? Magyarországon Facebookon is ismerkednek, hát az még jobb. Facebookos ismerkedés. Bejelölöd? Annyi ilyen volt már nekem, baszod. Bejelölnek, na, visszaigazolom, vagy ráírok. Szia, ismerlek? Nem. De szimpatikusnak tűntél, és bejelöltelek. Ez még a normálisabb. Van az, aki azt írja, hogy nem, csak gondoltam bejelöllek, meg van az is, aki azt írja, hogy véletlen volt. Megkérdeztem, hogy szia, ismerlek, bejelöltél be? Azt írta vissza, hogy ha nem tetszik, akkor törölj ki. Nyugodtan lehet törölni. Az fasza. Az kurva jó. Kösz. Hát ővelük pont nem ismerkednék amúgy. 2 videó. Megnézzük azt, hogy miben másabb szórakozó helyen ismerkedni, mint nappal. Átbeszéljük az este különböző fázisait. Micsoda! Megnézzünk egy 2 olyan leszólítást, ami az éjszakai ismerkedés során kapóra jöhet. Ja, szia, te is itt vagy, és oda mész, és... Jaj, összetévesztettetek valakivel, bocsánat, nem akarunk baszni amúgy. Megnézzük azt, hogy mi a legjobb módja annak, hogy az este nálad folytatódjon. És ha nekem mondjuk nem az a célom, az létezik? Amúgy. Neked feljebb a félpucér lány miatt bannolni fog... Nincs is itt félpucér lány. Mit is itt félpucér lány? Mi faszra beszélsz, bro? Tolja le a pólóját. Szarom le, ember! Hát, tesó! Tesó! Már ne haragudj, a félpucér lány miatt bannolni fognak. Vajon van rajta ruha? Oh! Nagyon sok van rajta. Tele van ruhával, chat. Azt nézd, mennyi ruha van rajta. De télen is így nyomja amúgy. more Amurant content. Oké, dude. Szerintem ha őt nem bannolják, akkor mindent lehet. Átnézzük a leggyakoribb hibákat. Megnézzük azt, hogy hogyan tudod felvinni ezt a randit a lakásodra. De miért van mindegyik résznél benne az? Miért célja ennek a palinak az, hogy mindig felvidd a lakásodra? 28 éves! Damn, bro! Jézusom, Kovix, anyukád lehetne. Alfa céljai vannak. Ja, persze, hát párosodás. Párosodás és gyermeknemzés. Nem, a gyermeknemzés az nem cél. Csak a férfias ösztönöket valahogy ki kell kompenzálni. Tehát igen, mindig az akarja legtöbbet használni a faszát, akinek kicsi. Mindez pedig úgy, hogy felejthetetlen élmény legyen a számotokra. Hát persze. Persze, hogy felejthetetlen lesz. No, chat! Teszteljünk most, amit itt tanultatok ebből eddig. Ezt a lányt hogy szólítanátok meg? Jön az utcán szembe ez a lány. Nézem. Csá. Az amúgy jó. Az jó kezdésnek. Szia, jó a csöcsöd, kőkóla. Nincs is ott a csöcsöd, nem is látod? Szia, szép vagy, basszunk. Szia, szépség, merre van a pékség? Ez a lány nem jönne szembe. De én lány vagyok. Jó, ő leszbikus. És te is az vagy. Ha eddig nem voltál, az most már az vagy. Most. Én nem vagyok olyan, mint a többi fiú. Én tisztellek. Láthatom a cicit? Na ez? Egész jó, amúgy. Ez az egész jó. Remegnék, elhánynám magam, és elfutnék. De vártok, vedd meg ezt a kurzust. Segíteni fog. Szia, kibasztam 30 000-et egy kurzusra, szóval légy szíves, gyere velem randizni. Amúgy ez még lehet, hogy működhet is amúgy. Így poénnak. Egy lánynál. Mert ahogy mennél oda? Sehogy. Nekem van barátnőm. Megtanulod azt, hogy hogyan prezentáld az igazi énedet. Azt nem megtanulni kell, hanem azt tudod. Mert alapból azt prezentálod mindig. Gondolom, ha nem vagy egy kétszínű fasz. Ha meg az vagy, akkor már amúgy is tudod, hogy hogyan kell nem önmagadat adni, tehát akkor meg már igazából lényegtelen az egész kurzus. Megtanulsz hatékonyan kommunikálni a nőkkel. A nőket miért úgy kezelik a nőket, mint hogyha gecis tárgyak lennének, és tutoriál alapján mindegyikkel lehetne beszélgetni? Ezt tudják amúgy, hogy a nők is emberek amúgy? Mindegyik? Mint ahogy a nők, úgy a férfiak is, így mindegyik máshogy működik. 30 volt a kurzus, olyat tolok, elmegy a pulzus. Ennyi. Segítek neked abban, hogy mindig legyen miről beszélned. Bye-bye kínos csend. Ez nem így működik, baszod. Az, hogy valakivel tudjál valamiről beszélni, az ismerned kell azt az embert is. Ez nem egy kurzus alapján megtanulható dolog. Megtanulod feszegetni a határaid, megtanulsz flörtölni. Megtanulod kezelni női shit-teszteket. Milyen shit-teszteket? Női shit-teszteket. Miért férfiak nem szokták tesztelni nőket amúgy, vajon? Vagy ki az, aki tesztelgeti a másikat? Alapvetően ezt nem értem. Mi az a shit teszt? Nem tudom, vegyük meg a kurzust és kiderül, gondolom. Megtanulod azt, hogy hogyan alakíts ki vonzalmat úgy, hogy közben megbízható és őszinte maradj. Ezt nem lehet megtanulni! Élettapasztalatok alapján lehet ezt megtanulni, a sajátjaid alapján. Nem mások élettapasztalatai alapján. Vagy ha igen, akkor a barátaid élettapasztalata alapján esetleg, úgyhogy végignézted mondjuk a szar kapcsolatát, és láttad azt, hogy ő hogyan ismerkedik, és miben hibázik, mert elmesélte. De egy idegen embernek a kurzusából nem fogod ezt megtanulni, mert nem lehet. Kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan ember, aki tényleg megvette ezt a kurzust, és utána szerzett egy nőt magának, és mondjuk évek óta együtt vannak. Csak olyan van. Hát, amúgy igen, ez pont annyira kép, mint amikor az oktatóm azt mondta, hogy nála még nem bukott meg ember. Megbuktam nála. Nyilván, ez csak szimplán, hogy ne legyél béta, ne legyél béta tissú, mert ez béta dolog, hogyha ott vagy egy nőnél. Annyira jó lenne, hogyha puszit adná, meg jaj, de jó lenne, ha ez meg az lenne, meg léci ezt csináljuk, léci azt csináljuk, és a nő megmondja, hogy nem, akkor fogod magad és elmész. És keresel egy másikat, vagy a faszom se tudja, de... Nem csinálsz ilyet alapvetően. Miért csinálnál ilyet? Elbaszod minden lehetőségedet. Úgy kell kezelni a nőket is, mint hogyha emberek lennének, és akkor lehet, hogy ők is emberként fognak téged kezelni, és lehet belőle egy normális kapcsolat. Ennyi az egész. Legyél normális. A leszólítás. 10 videó. És itt is a rejtett kamerás videó. Konkrét feladatok a segítségével megszabadulunk a leszólítástól való félelmettől. Hát szerintem azért a szorongást egy kicsit nehezebb legyőzni egy kurzusnál, vagy hogyan mondjam, egy kurzussal nem fogod legyőzni a szorongásodat. Szerintem. Megtanulsz többféle formulát is, aminek a segítségével képes leszel leszólítani nőket. Mindez természetesen teljesen személyre szabva. Szotak, kösz szépen a 100 bitet. Megint. Most már 200. Figyelj! Össze fog jönni lassan a pénz a kurzusra. Tehát megveszed a kurzust, akkor ez az ember személyre szabja neked. Nem kell ezt folytani őket, jönnek maguktól. Ja, vágom, Kovics, például amikor oda mennek hozzád és mondják, hogy léci, te sorbálsz, mert amúgy én is ide várok. Meg amikor oda jönnek, azt nagyon, én hozzám is mindig szoktak jönni a nők amúgy. Volt olyan, benn voltam a boltba, és oda jött hozzám egy nő, és megkérdezte, hogy segíthetek valamiben? Most mondtam neki, hogy nem. Na ez alfa, tesó, alfa. Még nem láttam nőket. Együtt zuhanyzol a csajjal, és elkezd hülyeségeket kérdezni, hogy hogy kerültél ide, ki vagy te, hogy jutottál be a házamba, meg ilyen dolgok. Tesó, leszarom. Ebből a 30k-ból bemész egy könyvesboltba, és vesz egy 9 önfejlesztő könyvet, aminek valószínűleg több hatása lesz. Igen, ebben egyetértünk. Mondjuk én nem szoktam ilyen önfejlesztő könyveket olvasni, mert nincs rá szükségem, de lehet, hogy van ember, akinek erre szüksége van. Nekem is lenne erre szükségem, csak nem merem bevallani magamnak. De nem szégyen az, hogyha valaki ilyet vesz. Sőt, sokkal inkább becsületre méltó, mint hogyha egy ilyen getis kurzust venne meg. Nincs betanult csajozós szöveg. Megtanul azt, hogy írásban hogyan lehet vonzalmat kialakítani. Írásban. De nincsenek betanult szövegek. Biztosan nincsenek betanult szövegek. Odamész. Megtanítás flörtölni. Odamész. Mondod neki, hogy te maninszább vagy, és azonnal nedves lesz. Ne járj úgy, mint egy béta. Igen, sétálj úgy, mint egy alfa. Egy béta, és figyelj, így, nézd meg, hogy néz ez ki? Hogy van a... Látjátok a hátamat? Nem egyenes. Na de ha így vagy? Ez már az sokkal jobb, sokkal jobb. Kösz, Kovics. Megtanulod azt, hogy hogyan irányítsd a beszélgetést. Hát persze, mert a nő nem képes... Akarom mondani, te nem vagy rá képes. Nyilván. Egy nő ne irányítsa a beszélgetést. Majd én. Hogyan szerez elérhetőséget a hölgytől? Mondom. Várd meg, amíg leteszi valahova a táskáját. Lopd el. Vidd neki vissza, hogy megtaláltad. És kérd el a telefonszámát, mert nem tudom. És ő lesz a feleséged, és egész életedben ez lesz a legnagyobb hazugságod. Valódi felvételeken pedig mindezt a gyakorlatban is láthatod. Azt a kurva. A női agy rejtelmei. 4 videó. Megtanulod azt, hogy mit keresnek a nők a férfiakban. Hát a férfi az azért van, hogy irányítsa a nőt. A nő meg azért van, hogy kísérje a férfit az útján. Hát igazán az a baj, hogy az alfák próbálják mondani, hogy a nők nem fontosak, de ők hajtanak a legjobban a nőkért, szóval akkor igazából... De! Fontosak. Női agy rejtelmei. És üres lenne az oldal. Még nincsen agya a nőknek! Mik azok a dolgok, amiktől rettegnek a nők? Blaha Luisa tér, Dák Ferenc tér, 8. kerület, Kellenföld, Nyugati Pályaudvar, villáskulcs, csavarhúszó, munka. Ennélkül nem fogod érteni, miért utasítanak. Megjavítani a lefolyót. De a legnagyobb dolog, amitől rettegnek a nők, az a WC ülőke felhajtva. Tehát az... Tesó. Vége. Ennélkül nem fogod érteni, miért utasítanak el. De azért, mert egy fasz vagyok, vagy azért, mert a nő egy fasz. Ez a két lehetőség van. Éjjel kimegyek pisilni, nem veszem észre, és beleesek a WC-be. De miért sötétbe mész ki? Te vágod, hogy amúgy én is ülve húgyozok? Tehát igazából ülvehúgyazok én is. Sőt, aki nem ülvehúgyazik, az béta. Ezt én itt most kimondtam. Ez így van. Otthon teszem hozzá, otthon. Tehát az idegen helyen az alfák állva húgyoznak. Nem. Elmondom neked, hogy miért nem. Te királynak gondolod magad? Mert a királyoknak mindig a legkényelmesebb pozíció jár. Ki ül rá a trónra? A király. Ki a király? Én. Még azok a dolgok, amik hátráltatják a nőket. A nehézség megértésének segítségével jobban fogsz tudni kapcsolódni velük. Szeretnéd megérteni az ő problémájukat. Magyarul, normális ember vagy, geci. Normális ember vagy, és tapintatos, és érdeklődsz. Wow! Megsúgom nektek, hogy ez nem csak a nőkkel, hanem a férfiakkal is működik. Képzeljétek el, hogyha valakinek szeretnél foglalkozni a problémáival, akkor az az ember az kapcsolódni fog veled, és el fogja mondani a problémáit, és tudtok beszélgetni, tudsz neki tanácsokat adni, és bízni fog benned. Hogyan tudod mindezt az előnyödre fordítani? Most mondtam el! Királyok vagyunk, mert baszunk van tartva, és tárkénkezik a nőket, minek szavazat jó úgyis. De legalább itt van ez. És ezt üzenem a hétereknek, hogy mindegyik szint Köszi szépen a pénzt! Kösz a pénzt! Amíg te elhiszed azt, hogy a csajozás csak a külsőn és a pénztárcán múlik, addig én sem segíthetek neked. Van egy jó tanácsom viszont, gazdagodj meg, és miután kudarcot vallottál a pénzeddel, gyere vissza, és segítek szívesen. Viszont ha azt hiszed, hogy te is lesz sikeres önök körében, és mindezért csak fellöndölést tenned kell, akkor várnak a kurzusban. Egy kurzus, ami megtanítja neked azt, hogy hogyan tudod elcsábítani azokat a nőket, akik tényleg hozzád valóak, és akikkel tényleg boldog látsz. Mindezt őszintén, képmutatás nélkül. Üdvözöllek a videóban! Üdvözöllek a videóban! Ugyanúgy mondtam, mint én! Az éjszakai ismerkedés rész nagy segítségemre volt. Egy péntek esti buli után komolyabbra fordult valakivel, amikor néztem még a randizás témakört. Minden helyzetre volt megoldása a kurzusnak, és végig kísért az ismerkedés folyamán. Tehát ő ismerkedés közben olvasta a kurzust. Mondott valamit a csaj? Várjál! 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 Le van írva a válasz, elolvassa, hogy mit kell mondani, és pak! Benn van a fasza a punciába. Várjál, puskázok. Használati utasítást kapott a nőkhöz! Nagyon boldog vagyok, hogy végre kölcsönös szerelemben van részem, és egy gyönyörű, szép, intelligens barátnőt szereztem, akivel mindenben megértjük egymást. Önbizalmat ad. Megérte a sok idő ráfordítása és a gyakorlás. Csaj megkérdezi, hogy neked mi a neved, és elkezd vérezni az orrod, remegsz, lázas leszel, lehányod, aztán kivíred a mentőket, és ő lesz a feleséged. Ez a kurzus úgy tanít meg téged ismerkedni, hogy közben önmagadat kell adnod. Nem kell megjátszanod magad, nem kell másnak mutatni magad, mint aki vagy. Nem technikázni kell. Egyszerűen csak meg kell tanulnod végre úgy prezentálni az igazi énedet, hogy az a nők számára is vonzó legyen. Ez a kurzus egy keretrendszert ad neked, ahová saját magadat tudod beilleszteni. Megtanít téged arra, hogy hogyan mutasd meg magad a világnak. Ennek segítségével pedig összejöhess álmaid nőjével. Introvertált vagy, és a sorozatnézés preferálod a bulizás helyett. Illeted a gémelés, és imádsz erről beszélni. Semmi baj. Pont ebből fogsz előnyt kovácsolni. Úgy fogod elcsábítani a nőket, hogy közben a gémelésről beszélgetsz meg. Tesó, nem. Főleg nem a dolozásról. Ha egy lánnyal dolozásról beszélgetsz, azonnal tiltsd le. Ez egy jó tanács. Teljesen mindegy, hogy imádsz-e bulizni, vagy csendesebb típus vagy-e. Minden azon múlik, hogy hogyan fejezed ki magad, és hogy van-e fogalmad arról, hogy hogyan működnek a nők. Hát persze ver a szívük, pumpálja a vért, körbe, vérkeringés, ugyanúgy, mint a férfiak amúgy. Na mindegy. Életed a gémelés. Hogyha az életed a gémelés, azzal csak baj van, mert konkrétan egy függőségről beszélünk, amit kezeltetni kell. Tehát itt nem arról van szó, hogy szerintem az gázos, hogyha valakinek tényleg az élete a gémelés. Úgy nehéz lesz csajozni. Vagy felszedsz egy gamer csajt, aki majd megún hamar. Nőkkel kommunikálni rendkívüli egyszerű. Rendkívül egyszerű, nem tudok olvasni, mert béta vagyok! Ha már tudod, hogyan kell. A kurzus elvégzése után ez már nem lesz kérdés a számodra. Természetesen új készségeket kell tanulnod. Természetesen jobbá kell válnod. De nem kell megjátszanod magad. Tekints erre úgy, mint egy útra. A kurzus elindít téged egy úton, amit neked kell végigcsinálnod. A végeredmény pedig bárkit lemersz majd szólítani. Könnyedén fogsz tudni beszélgetni nőkkel, és érdekelni fognak. Nem tudok olvasni. Érdeklődni fognak feléd. Képes leszel vonzalmat kialakítani anélkül, hogy ezen kéne agyalnod. Boldogabb leszel! Mivel? Nem kell megjátszanom magad a külvilágnak. Kösz, hogy felolvastad helyettem. Őszinte és tartós párkapcsolatot leszel képes felépíteni. Elég gyakorlás után pedig arra leszel figyelmes, hogy szotak az összes pénzét odadja neked, mikor streamelsz. Szívesen. Nem akarsz erotikus regényt olvasni ezzel a hanggal nekem, de 5000 forintért bármit felolvas. Tehát 1000 forint per perc díjjal fogok nektek olvasni, ez úgy jó? Privátba. Ilyen szolgáltatást tudok esetleg nyújtani. Válasz valószínűleg a következő. Már rengeteg igazi mentem melletted, csak te nem tettél semmit. Nyilván. Az összes igazi elment mellettem. Ez a lány például tök sokszor elment már mellettem az utcán. Ő az igazi. Ja, a TikTokot zabálok, csak. Elég sokat egyszerre. Egészségtelen mennyiséget. Törjön bele a fogad. Hát figyelj, még mindig jobb lenne. Még mindig jobb. Múltkor tudod, hogy jártam. Beletört a anyádba. Na, az nagyon rossz volt. De meggyógyította, adott rá egy puszit. Hány olyan lány megy el mellette naponta, aki szívesen megismernem? Hát, egy se amúgy. Azért egy se, mert egész nap a gép előtt ülsz. Amúgy igen. Nem tudom, mit írjak ide. Össze kell szedned magad! És ismerkedned kell. A cél az, hogy minél több nőt megismerj, és közülük tud kiválasztani azt a valakit, akiért tényleg oda vagy, és aki tényleg hozzád való. Megtanulsz majd élőben leszólítani lányokat. Megtanulsz úgy ismerkedni neten, hogy a lányok végre vissza is írjanak. Jézusom. Ez mekkora kep. Ez mekkora kep. Feltételezi azt, hogy nem is írnak vissza a lányok. Ha te még mindig elhiszed azt, hogy a külsőd, az anyagi helyzeted miatt nem lehet gyönyörű szép barátnőd, akkor nyugodtan lépj is ki ebből az ablakból, és folytasd tovább az életed. Ha pedig egy alacsony, átlagos sráccal kézenfogva sétálgat egy szép lány, akkor takard el a szemed, vagy áltasd magad azzal, hogy csak a pénz az oka. Most fasza. Elég passzív-agresszív ez a tag. Folytasd tovább a szánalmas életed, az még odafért volna. Alacsony! Mi van, ha valaki alacsony? Tesó! Béta! 180 alatt minden férfi kerti törpe. Én is az vagyok. Ez van. De mégis fullos nőm van. Áltass magad azzal, hogy csak a pénzemért van velem. Áltassátok magatokat azzal, hogy csak a pénzemért van velem, a szandra. Most ma mértük meg pont 173. Magas vagyok. Hát máshova mentek a centik, nem? Az nagyon nagy. 5 centi az óriási, tesó. Hogyan fogadjam el azt a tényt, hogy alacsony vagyok? Pasiként 173 centi magasra nőttem. A nálam 10 évvel fiatalabb gimis lányok vannak egy magasságban velem. Ez kimondhatatlanul frusztrál, úgy érzem, a lányok szemében így maximum egy futottak még, akárki lehetek, akit észre se vesznek a sok magas férfi között. Mit csináljak, hogy ne zavarjon ennyire ez a megváltozhatatlan tulajdonságom? Hát tesóm, amúgy erre vannak actually ilyen chiropractor dolgok. Falnak teszed a kezedet, meg, és akkor így... És akkor jön a fekete ember a börtönbe, és megkérdezi, hogy nem ejteted le a szab... Nem, tehát vannak ilyen csontkovácsos témakörök. Menj el egy csontkovácshoz, és valószínűleg egy pár centit tudsz magadnak. Nem, ezt most máshogy fogom fogalmazni. Valószínűleg egy pár centivel magasabb lehet. 1-2 centit az ideiglenes. Nyilván persze, de utána egyenes hát, az mindig, az nagyon fontos, egyenes hát. Illetve öltözködj színesebben. Az nem leszel magasabb, de magasabbnak tűnhetsz. Ja, értem! Jó, ezt nem magának küldte az e-mailt, hanem van egy rész, miután megvásárlod, tudsz írni bele, és kitölti, és ő ezt e-mailben kapja meg, amit kitöltött. Ezért van itt a kérdése, megoszthatom a neved? Igen. Név, Holósi Martin, és e-mail, és akkor ott a visszajelzés. Így már értem. De én nem veszem meg, mert nekem már van barátnőm, gyönyörű szép. Ha készen állsz, és elmúltál 14 éves, akkor várlak a kurzusban. Tehát 14 évesen amúgy pont van 30 000 forintom arra, hogy csajozzak. Nyilván amúgy. 14 évesen, geci, a büfére nem volt pénzem, érted? Nem mentem le a büfébe, mert még anyukám csinálta a szendvicset nekem, hogy azt tegyem. Tehát még büfébe nem mentem el, de valakinek már van rá 30 000-re. 7 hónapon belül visszakerheted a kurzus árát. E-mailben leírod a véleményed, miért nem vált be, és én már utalom is a pénzt. Aha, sounds good. Miért kerül ennyibe a kurzus? Ennyit mindenki meg tud fizetni! Csak azoknak szeretnék segíteni, akik már önálló lábon állnak. Ezt az összeget akár diákként is össze lehet spórolni, ha neked tényleg fontos az, hogy változtass az életeden. Ha sajnálod rá pénzt, akkor ez a kurzus pedig nem neked szól. Úristen, geci! Jézusom! Nyilván spórolni fog valaki a te szaros kurzusodra! Ki a ráknak van erre szükséged? Egy kajak. Majd összespórolom a kajakpénzt, amit anyukám adott. És megveszem ezt a kurzust. És legközelebb, lehet, hogy éhesen, de barátnővel fogok hazamenni, bazd meg. És büszke lesz rám anyukám. Mi van, kifizetem az összeget, és nem kapok érte semmit. Én nem egy internetes sarlatán vagyok. Engem sajnos túlságosan könnyű lenyomozni. Tehát amúgy ellopnád a pénzt, de nem lopod el, mert le lehet nyomozni. Kurváskodásból megélek, azt csokolom, amúgy szia. Elég jó jel. Látom, vannak olyan témák is, amik már megjelentek a csatornán. Ezek nem ugyanazok a videók? Nem. Minden témát átdolgoztam. Hát ez a... Átmásoltam a házidat? Igen, csak írd át egy kicsit. Lehet-e átugrani olyan témákat, amikre úgy érzem, hogy nincs szükségem? Nem ajánlom. Ez a kurzus egy síkként működik. Nem mindent kell alkalmaznod, de érdemes megnézni minden videót a megfelelő sorrendben. Különben hiányosságaid lesznek. Azt a kurva geci. Tényleg, ő azt képzeli el, hogy akik megveszik ezt a kurzust, ők nem értenek az élethez. De tényleg lélegezni nem kell megtanítani őket? Mennyi bit után jönnek a nők? Hát... Mennyi bit után jönnek a nők? Ezen a csatornán nem jönnek nők a bitekre. Lehozod a Valorant meccset, és akkor free kitten per elgirl. De amikor felmész Discordra beszélgetni vele, akkor mélyebb a hangja, mint a tiéd. És azt fogja mondani, hogy bocs, náthás vagy. Te pedig ezt el fogod hinni, 3 éven keresztül idételni fogsz vele, és amikor találkoztok, meg fog ölni téged. Útba igazítás kérése, jaj, úristen, Jézusom, geci, ez mennyire kurva sablonos amúgy, baszod. Tehát oda mész a nőhöz, és megkérdezed, hogy merre van a múzeum. És azt fogja mondani, hogy bocs, nem ide valósi vagyok. És ennyivel le fog téged rázni. Hát, igen, gratulálok, megérte a kurzus, 30 000 a kukába. Merre van a pinád? Ne haragudj, eltévedtem, mert mutatnád, hol laksz. Merre mész? Haza. Az jó, én is pont oda megyek. Mi van, nincsenek barátaim, és nehezen kommunikálok. Nem árulok zsákban macskát. Ha baráti szinten sem tudsz ismerkedni, akkor ez a kurzus még nem neked való. Fejleszd a kommunikációs készséged, és utána térj vissza. A Socialized kurzusom pont erre szolgál. Ennek a megalapozása. Akkor már 60 000 forintért lesz barátnőd, de barátaid is lehetnek. Let's go! Ha nem vagy elég magas és jóképű, és ezt a nő megmondja neked, akkor elmondom neked, hogy szar nőkkel próbálkoztál eddig, barátom. Hogyha a nő arra megy rá, hogy te legyél magas és jóképű, akkor az a nő több mint valószínű, hogy egy materialisztikus kurva, akivel alapból sem tudnál hosszú távon semmi értelmes dolgot csinálni, már ha neked erre van szükséged. Mert hogyha neki egy magas jóképű palira van szüksége, akkor ő neki igazából csak egy státuszszimbólum. Ja, státuszszimbólum. Azt a szót kerestem. Külső megfog, belső megtart. Sok hát ez szuper volt, ez egy élmény volt. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.